Karbantartás az Ellipszumban. Néhány hétre bezár a fürdő. Új burkolat a buszmegállóban. Kicserélik a balesetveszélyes burkolólapokat a villanyrendőrnél. Tündérmesének indult rémálom lett a vége. Segítséget kérnek Füge gyógyulásához. Önök a Miskolc Televízió híradóját látják, köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Néhány hétre bezár az Ellipszum élmény és strandfürdő. Február 1-től azokat a hibákat javítják ki, amiket a garanciális felülvizsgálat során a többi közt a medencék burkolatán és a csúszdáknál tártak fel. A fürdő ideiglenes leállása miatt azonban a munkavállalói létszám nem változik. Elbocsátások helyett a dolgozókat átcsoportosítják majd, így az Ellipszum alkalmazottjai a barlangfürdőben vagy a sejemléti strandon is dolgozhatnak tovább. Sakkozás a medencében, vagy beszélgetés a régi barátokkal a hangulatos fényben. A Relax medencében ma is sokan kapcsolódtak ki. Volt, aki először járt itt. Én még mikor csak a másik oldalon volt az a strandrész, már akkor is voltam itt, de ez valami szuper. És ez már régen meg kellett volna csinálni, de nagyon örülök neki. Ma még az összes medence vízzel volt tele. Február 1-től viszont egy átmeneti karbantartási időszak kezdődik a fürdőben. A legutóbbi garanciális felülvizsgálatok során feltárt hibákat javítják ki a következő időszakban a szakemberek. A munkálatok a többi közt érintik majd a medencék burkolatait, a vizes játszóteret és a mögöttem látható csúszdákat is. A csúszdákat például szét is szerelik, és a felületüket kezelik majd. Ezeket a munkákat a téli időszakra időzítette a fürdő vezetése. A karbantartás néhány hétig tart majd. Az ideiglenes bezárás a dolgozókat azonban nem érinti. A miskolci fürdők ügyvezetője szerint elbocsátások nem lesznek, helyette átcsoportosítások várhatóak. Az Ellipszum munkavállalói nem csak itt fognak dolgozni az Ellipszumban, hanem a sejemréti fürdőben, a barlangfürdőben szintén szolgálatot látnak majd el. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem kell nekünk létszámot csökkenteni, ami lényeges. Az intézkedés a fürdő több mint 50 munkavállalóját érinti. Folyamatosan van egy diszpécseri szolgálat, ilyen nap elérhető vagyunk telefonon, hogyha bármi probléma van itt az épületben, akkor ugye az elsőnek hozzánk jön be. Szabó Larion diszpécserként dolgozik a fürdőben. Hozzá hasonlóan a többi dolgozó munkája is megmarad. A többség meg volt az elégedve, hogy mindenkinek megmarad az állása. A szokásos karbantartáson felül a garanciális javítások miatt húzódik el hetekig a munka. Azt is érdemes és meg is kell jegyezni, hogy a fürdő tervezésénél azért több koncepcionális és konstrukciós hibát is vétettek, ami szinte kódolta magába, hogy ez a fürdő jelen állapotában gazdaságosan nem igazán működtethető. Az Ellipszum felújítási munkái február 1-én kezdődnek. Előtte viszont ezen a héten szombaton még egy zenés éjszakai fürdőzésre várják a vendégeket este 8 és éjfél között. Nem maradnak azonban fürdő nélkül a miskolciak és az ide látogatók. Február 1-én nyit a barlangfürdő. A komplexumban január 10-én kezdődtek az ilyenkor szokásos karbantartási munkák, a fürdő műszaki szakemberei elvégezték a vízforgató, a légkezelő berendezések ellenőrzését és tisztítását, a medencék karbantartási, takarítási munkáit, valamint gondoskodtak a barlangfürdő teljes körű fertőtlenítéséről is. Emellett idén a közkedvelt csillagtermet is újrafestették. A leállás ideje alatt ismét szárazlábos túrákon vehettek részt az érdeklődők, akik körbejárhatták a barlangfürdő összes medencéjét, illetve olyan elzárt területre és barlangjáratokba is átjuthattak, bejuthattak, ahová évközben nincs lehetőségük. Január 21 és 23-a között több mint 600-an voltak kíváncsiak a különleges programra. Február 1-én, kedden pedig ismét várja a fürdőzőket az Európában is egyedülálló létesítmény. Szomorú az, hogy néhányan politikai ügyet próbálnak csinálni azokból a főutcai burkolatjavításokból, amelyeket már rég meg kellett volna csinálni, pedig nekik 9 évük lett volna rá, mégsem tették. Ezt mondta Szopko Tibor a villanyrendőrnél megkezdett munkálatokkal kapcsolatban.
A balesetveszélyes térkövek cseréje a héten kezdődött, és 4,9 millió forintba kerül majd. Az alpolgármester, aki a terület önkormányzati képviselője is, csaknem 2 millió forinttal támogatta a beruházást. Ma is gőzerővel vésték a Színva terasz busz megállónál a járda burkolatát. Ezeket még 2006-ban rakták le. A bontási területre a járműre várakozók nem léphettek be, mert ideiglenesen lezárták az autóbusz megállóhely első harmadát. A busz megállót közelebb helyezték a Széchenyi utcához. A várakozóhely balesetveszélyes köveit már eltávolították, de az alatta lévő réteget is fel kellett bontani. A burkolatjavítási munkák a héten kezdődtek. A térkövek cseréje nem csak esztétikai okok miatt, de a balesetveszély megszüntetése miatt is szükséges. Hát ez hosszú évek óta lehet tapasztalni, hogy ezt annak idején megcsinálták, szépen nézett ki átadáskor, de utána úgy nézett ki, mintha nem lenne az egésznek gazdája. Szopko Tibor alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője csak nem 2 millió forinttal járult hozzá a 4,9 millió forintos beruházáshoz. Itt a belvárosban nagyon sok helyen ilyenek a burkolatok. Itt, ha tovább mennék a Színva teraszon, a Kandia közben, a Dériné Kazinczy utcákban, ugyanezek a burkolatok rettenetes állapotban kerültek az előző városvezetés 9 esztendeje alatt, ahelyett, hogy megcsinálták volna, ahelyett politikai púrpardét csinálnak ebből a dologból. Szopko Tibor elmondta, már most látszik, hogy a továbbiakban is sok probléma lesz ezekkel a térkövekkel, ezért a tervek között az érintett területeken további burkolatok cseréje is szerepel. A tavalyi évet értékelte, és a körzetében elkészült beruházásokról is beszélt Szilágyi Szabolcs. Borsodon megye egyes számú választókerületének egységes ellenzéki országgyűlési képviselő jelöltje elmondta, hogy megválasztása esetén milyen fejlesztésekben gondolkodik. Ezek között szerepel a Harsányi út és a 3-as számú főútvonal infrastruktúrális fejlesztése és a panel felújítási program is. Néhány beruházásról szeretnék számot adni, ami megvalósult. Szilágyi Szabolcs elsőként választókerületének két legnagyobb tavalyi beruházásáról beszélt. 16 millió forintot költött az Ifjúságúti és a Kölcsey Ferenc utcai, valamint csaknem 2 millió forintot a Sályi István utcai parkolóhelyek számának bővítésére. A képviselő a többi támogatás közt említette a Mozdul a Zavas programot és a parkosítási feladatok finanszírozását is. Szilágyi Szabolcs beszélt arról is, hogy tavaly az Egyesült Ellenzék megtartotta az előválasztást Miskolcon is, ami szerinte első lépés volt a kormányváltás felé. A második pedig a népszavazás. A megye egyes számú választókerületének egységes ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje úgy fogalmazott, hogy ha bizalmat szavaznak neki az áprilisi választáson, akkor elsődlegesen két fő problémát szeretne orvosolni. Az infrastruktúrának a helyreállítása, illetve fejlesztése. Gondoltunk itt akár a Harsányi útra, vagy a 3-as számú főútvonalára, és szeretném tovább folytatni a megkezdett panel programot. Ez egy olyan társasházfelújítási program lenne egyébként, amit nem csak panelház, beton panelházakra lehetne igényelni. Szilágyi Szabolcs arról is beszélt, hogy megválasztása esetén a panel programmal támogatná az épületek energiahatékonyságát és a miskolci családokat. Segítséget kér füge gyógyulásához a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány. Az örökbefogadott kutya története mesébe illően indult, de pokollá változott. Az ivartalanítás után a sebe nem gyógyult, új gazdája pedig azonnal lemondott róla. Az alapítvány fuvarosa egy oszlophoz lánccal kikötve talált fügére, akinek hatalmas fájdalmai voltak. A sebe elfertőződött, a fejét pedig nagy ütés érte. A kutya rehabilitációja nem várt kiadást jelent az alapítvány számára, ezért kérnek támogatást. Figyelem, felkavaró riport következik. Lábhoz? Lelom? Lelom? Akkor, gyere! Lelkesen követi a vezényszavakat, és le sem veszi a szemét ideiglenes oktatójáról. Ő füge. Ezek a felvételek tavaly évvégén készültek. A kutya története mesébe illően indult, hiszen gazdára talált. Ezt követően azonban nem várt események következtek. Kikötötték, megkínozták, fejbeütötték.
Fügéről néhány napja került fel egy bejegyzés a Miskolci II. Esély Állatvédő Alapítvány oldalára. Az ivartalanítás után a sebe egyre csúnyább lett, új gazdája pedig azt kérte az alapítványtól, hogy azonnal vigyék el. Mikor megérkezett a fuvarosunk a gazdihoz, idézőjelben gazdihoz, kikötve láncon találta egy törött tölcsérrel a nyakán, hörgött-morgott minden érintésre, így került el az állatvédő szervezethez, ahol jelenleg majd ugye panzióban próbálják újra rehabilitálni, hogy gazdásítható legyen, aki pedig azonnal vitte az orvoshoz. Az ivartalanítás után a sebe elfertőződve, valószínűleg a sérült tölcsérrel fölsértette, gennyes volt a sebe, szinte önkületi állapotban örjöngött a kutyus. Azóta is csak bódításban tudják kezelni a sebet. És bár újra elfogadja kézből a jutalomfalatokat, sok időre van még szüksége ahhoz, hogy ismét gazdához kerülhessem. Füge megmenekülésének az ára ezidáig is hatalmas nem várt összeggel sújtotta az alapítványt, a kezeléseknek pedig itt még közel sincsen vége. Ezért kérnek segítséget mindenkitől. Aki támogatni szeretné Füge gyógyulását, az a részletekről tájékozódhat a Miskolci II. Esély Állatvédő Alapítvány Facebook oldalán. A híradó után, ahogy már megszokhatták, kezdődik a sportpercek. A Miskolc Televízió heti összefoglalójában beszámolunk a DVTK UTEP női röplabda extraliga találkozóról, illetve Tokai Viktor, a DVTK Jegesmedvék vezető edzője elemzi a Jégkorong Magyar Kupa 4-es döntőjének eseményeit. A 18 óra 25 perckor kezdődő sportpercekben lesz labdarúgás is, hiszen befejeződött a felkészülés, és már a Vasas elleni rangadóra készül a DVTK, ahol komoly szerep hárulhat a csapat új igazolására, a brazil középpályásra, Lucasra is. Minden úgy alakult, ahogy kellett. Jó körülményen dolgoztunk kint Spanyolországban, amikor visszajöttünk, akkor tudtunk itthon játszani ez a szép stádiumban, úgyhogy szerintem most tényleg csak várni kell az első meccs. Nagyon várok már szerintem a csapat is, úgyhogy szurkolok is, gondolom. Aztán minden meg kell tenni, hogy segítsél a csapatra. Melegfront érkezik, enyhül az idő a következő napokban. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessenek minket Facebookon is. Maradjanak velünk a továbbiakban is. Hamarosan kezdődik a sportpercek. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. További kellemes estét, jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!